Ezt kérem, egy egyedüli kirándulás Ájmalige, itten a Bróvölgyében. Eljöttem hazulról, képzeljétek így mi. Papucsal nyírom itten a töltést felfelé, egészen Bad Tönisteinig. Közben gyönyörű a kilátás itt a völgyben, mind ilyen paszaveszők, sziklák, táglák, mert ez vulkanikus hegy. Itt épp ez, hogy a bróli szökőkútak a csobogását is halljuk. Innen Brólból. A legfeggebb Bad Tönisteinból. Ez szép szökőkút. Biztos vulkáni víze folyik, nem kóstoltam, mert hát algás. Ne? Ez a bröli szép szökőkút itt a kanyarban. Itt látni a bujborékoló tőlisteini régi 2000 éves római ásványvíz forrását. Megérkeztünk a legrégibb római ásványvíz forráshoz, ahol hűsítem és kereszelem a boromat. 2000 éves tőlistein. Itten be lehet nézni, éppen ott fent valahol bugyborékol a víz, és van egy szobor is. Nem tudok bemenni, mert el vannak kerítve. De minden esetre elértem a célomat. Ez írtó felviszi, és akkor onnan most leszedi a staplejával. Szóval ezt se szabadna csináljam, amit most csinálok, hogy fényképezem őket. Mert írtó idegesek, mikor ők dolgoznak, és a másik csak fényképezik itt, ne? De minden esetre van egy kis emléke minden Bad Tönisteinből. És nagyon, hogy mondjam, meglepett ez, hogy ez a forrás csak falmeléki víz. Szóval nincs egy rendes forrása, úgy mint Gerolsteinban az a szép forrás, ne? Itt a falmeléki. A borom keresztelése itten a római tőlisteini ásványvízzel. Falmeléki ásványvízzel, ezen a szép, nagyon szép, gyönyörű augusztus 23-án. Szeva! Itt a vége, fuss el vére! Itt van még. Hűsítjük a jó finom bort.